A legnagyobb érdeklődés természetesen a traktorok ügyességi versenyét kísérte, ahol egyebek között sártaposásban, betongerenda húzásban és kapcsolható eszközök felakasztásában vetélkedtek a traktorok, a gazdák pedig traktor elhúzással próbálkozhattak. A gyerekekre csúszda, pónilovaglás, malac és gidafogás, valamint ügyességi játékok egész sora várt. A Traktorfesztivált igyekszünk családi programmá tenni, hogy az emberek köztudatában családi programként éljen a fesztivál. Igyekeztünk a legkisebbtől a legnagyobbnak biztosítani a szórakozási lehetőséget. Bővítettük a traktorral való játszás versenyszámainak a számát is. Több kategóriába nevezhettek a versenyzők, és még a sofőröknek is szerveztünk külön erőpróbákat, hogy ne csak a gépekkel legyenek erősek. A kirakódóvásár mellett finomságokkal, birka és borjúpörköltel, palacsintával, hamburgerrel, agyival és finom hideg italokkal kedveskedtek a szervezők a sok-sok látogatónak. A remek hangulat és az érdekességek ellenére a gazdák még nem felejtették el a minapi gazdatiltakozást, még mindig szkeptikusak a minisztériumi támogatásokkal kapcsolatban. Itt lássa, minden évben húzódik a tavalyit, már az idén tavaszon kaptuk el, ugye egy részét. Most az idén meg, hogy most mi lesz belőle, ígérnek ezek, de hogy majd utoljárat kitáljasít, vagy lesz-e, aki teljesít, az a kérdés. A kicsi szeles, de szép napsütéses idő mellett a Royal Együttes gondoskodott a jó hangulatról, a kora esti órákban pedig Zoltán Erika szerzett kellemes perceket a fesztivál közönségének.